A helyszín megszokott, és lassan az apropó is az, mivel már a harmadik olyan nyári szurkolói ankétját tartotta a Kisvárdai Klub, amelyen az NB1-es rajt előtti legfontosabb tudnivalókról tájékoztatták a megjelenteket. A cél nem változott, az élvonalbeli tagság meghosszabbításáért harcol majd a csapat, a habot a tortán pedig az jelenteni, ha a döntés az elmúlt két idénnyel ellentétben nem maradna az utolsó fordulóra. Az ankéton szó esett a távozó játékosokról is, de a nagyobb figyelmet természetesen az érkezők kapták. A csapatkapitány Lukásztól a visszatérő Horváth Zoltán, a Vasastól érkező Lakatos Csaba, a klub akadémiájáról előrelépő Odincov, a horvát Nikó Datković, a szerb-magyar Lazar Žičić, a cseh Jaroslav Navratil vehette át a mezét, míg a montenegrói albán Riton Kamaj később csatlakozik a kerethez. Azt érzem, hogy az elmúlt időszaknak a legjobb igazolásán vagyunk túl. Olyan játékosokat hoztunk, olyan posztokra, amelyekre vágytunk már a korábbi időszakokban is. A tavalyi csapatunknak a 97-98% a kezdő csapatnak megmaradt. Egy játékosunk ment el, ugye a Protić, aki sokat játszott. A hajrában viszont már őt is próbáltuk meg lecserélni, kiváltani a Baranyai Ádámmal, és ez nagyon sokszor sikerült is. Ezért ebben az évben azt határoztuk meg, hogy fiatalítani fogunk, több olyan idős játékosunktól váltunk meg, vagy nem hosszabbítottunk velük, akiknek a múlt szezonban kevesebb lehetősége adatot, illetve úgy éreztük, hogy tőlük jobb játékosra van szükség, hogy a kezdő játékosokat nagyobb erőbedobásra késztessék, és ezért olyan fiatal, agilis, későbbiek során talán eladásra potenciált jelentő játékosokat sikerült a klubunkhoz csábítani, akik igazán meg fogják majd a versenyhelyzetet teremteni, és olyan, mondhatom, olyan kispadunk lesz most, ami évek óta már nem volt látható. Az új vezetőedző Subka Attila irányításával 4 győzelemmel és 2 döntetlennel zárta a felkészülési időszakot a Kisvárda, de a szakember nem csak az eredmények miatt elégedett a látottakkal. Amit szerettünk volna ez alatt az idő alatt elvégezni, az sikerült. Maximálisan partnerek voltak a hétközi munkában a játékosok ebben. Egy olyan társaságot ismertem meg, amelyik tényleg mindent meg akar tenni azért, hogy eredményesen szerepeljen. Azt a felkészülési mérkőzéseken is lehetett látni, hogy próbálták azokat a dolgokat megvalósítani, amit hétközben gyakoroltunk. Több-kevesebb sikerrel sikerült is. Az eredmények is fontosak voltak, mert mint ahogy szoktam nekik mondani, nagyon fontos az, hogy mérkőzésen úgy jöjjünk ki a mérkőzésből, hogy eredményesebb vagyunk, még hogyha csak ez felkészülés is, mert nem mindegy, hogy megyünk ki másnap dolgozni jó hangulatban, vagy pedig lógatjuk a fejünket. Ez nagyon sokat segített nekünk, hogy azért komoly csapatok ellen tudtunk játszani, és még hogyha kevesen is voltunk, de hétről hétre és mérkőzésről mérkőzésre megmutattuk azt, hogy lehet számítani rájuk, ránk, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó előjel a bajnokság kezdetére. A csapatkapitány Lukás szerint a rövid, mindössze 2 hetes pihenő ellenére is megfelelő erőállapotban várják a rajtot. Mondhatjuk, hogy jó állapotban vagyunk, mert azért nem nagyon pihentük, 8 meccs játszottunk talán egy hónap alatt, most van megint 7 meccs játszottunk egy hónap alatt a felkészülés meccsel, ugye. Úgyhogy szerintem mindenki rendben van és kész van az első meccsre. A 2020-21-es NB1-es idény a pénteki MTK Budapest-Ferencváros mérkőzéssel indul. A Paks Újpest, Zalaegerszeg-Bolfehérvár FC, DVTK Mezőkövesd, Puskás Akadémia Budapest-Honvéd találkozókat követően a hétfői Budafok-Kisvárda meccs zárja majd a nyitófordulót.